Jó pár feladat komoly fejtörést okozott a diákoknak az elmúlt hétvégén, 27. alkalommal adtak számot tudásukról a Szilárd Leó fizika verseny résztvevői. Több mint 300 tanuló közül a legjobb 20 idősebb korú és 10 junior korcsoportú tanuló jutott a döntőbe. A megmérettetésnek az energetikai technikum és kollégium adott otthont. Minden évben nagy örömünkre szolgál az, hogy a diákok nagyon jól teljesítenek. Hála Istennek, bármennyire is úgy, sokan úgy gondolják, hogy a magyar oktatás ügy az nem a világ csúcsa, de azért vannak nagyon jó diákjaink, és nagyon jól és nagyon logikusan és kreatívan álltak a feladatokhoz, úgyhogy meg vagyunk elégedve a diákok teljesítményével. Míg tavaly sugárbiológiai, addig idén a béta sugárzáshoz kapcsolódó feladványok adták az egyik fő témáját a döntőnek. Kísérleti feladatban is béta sugaraknak az áthatoló képességét mérték a diákok különböző anyagokon, illetve hát alumíniumon meghatározták, hogy milyen vastagság felezi például meg a sugárzásnak az intenzitását, és hát a szimulációs feladat is egy olyan érdekes feladat volt, hogy a diákok által végszámolható vagy megérthető béta spektroszkóp az hogyan működik. Ünnepélyes keretek között hirdették ki az eredményeket az ESZI nagy előadójában a versenybizottság, közelmúltban elhunyt két oszlopos tagjáról is megemlékeztek a szervezők. Majd az eseményen az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója méltatta a tanulók teljesítményét. A fizika hatalmas terület, egyre többet megismerünk belőle, de még mindig vannak olyan szürke zónák, olyan elméletek egyesítése, ami esetleg látok vár. Tehát én azt gondolom, hogy bár nagyon sokat már az elmúlt évszázadokban találtunk, még mindig valami érdekesség, ami érdemes a fizikával foglalkozni. Önök, hogy itt vagytok, tartsatok ki. Az összesített eredményeket tekintve a szegedi STE gyakorló gimnázium és általános iskola csapata a fizika versenyen elért közös teljesítményéért elnyerte a Marx György Vándor díjat. Biszak Ákos 2023-as sikere után az idei évben elmaradt a Paksi bravúr, ez is diák most nem jutott a döntőbe.